Ebben a videóban két fantasztikus vízöldékony rost, az utifű maghé és az alma pektin kerül vizsgálatunk fókuszpontjába, és megtudhatsz mindent, amit a tudomány ellenállása szerint szerintünk tudni érdemes róluk. Minden nap egy alma és a doktor alma. Mi a netaminnál tényleg átolvasunk több ezer tudományos publikációt, hogy neked már ne kelljen. Fogunk beszélni a rostok fontosságáról, az utifű maghely és almapektin szerepéről a fogyás és teltségérzet kialakításában, különös tekintettel a hasi zsír csökkentésére, és megvizsgáljuk a tudományos alapjait méregtelenítő és a bélflórára gyakorolt hatásuknak, valamint, hogy hatékonyak-e a székrekedéssel és hasmenéssel szemben is. Beszéljünk először a rostokról. A legfontosabb, amit tudnunk kell, hogy a megfelelő rostbevitel elengedhetetlen az egészséges és hosszú élethez. Szakirodalmi ajánlások szerint napi 25-35 g rostbevitelére lenne szükségünk, a nők esetében 25-30, férfiak esetében kicsivel több, 35-40 g-ra minden egyes nap. Ez nagyjából napi 1 kg friss zöldségnek és gyümölcsnek felel meg. Ezzel szemben sajnos a valóság az, hogy az Eurostat 2020-as adatai szerint a magyaroknak csupán 28%-a fogyaszt naponta gyümölcsöt, és csak 21,7% fogyaszt naponta zöldséget. Nem is csoda, hogy a rostbevitelünk jócskán elmarad a szükségestől körülbelül harmada annak. Sajnos ez közvetlen vagy közvetett okozója tengernyi betegségnek, melyeket felsorolni is hosszú lenne most. A rendkívül magas számú vastagbél rákért például sok kutatás szerint a magasan feldolgozott vörös hús készítmények fogyasztása mellett az alacsony rostbevitel a fő felelős. Kétféle rosttípus különböztetünk meg. Az egyik a gyomorba és belekbe jutva az emésztő nedvekben és vízben feloldódik, zselés állapotot vesz fel, a vastagbélben élő jótékony baktériumokat táplálja. A másik nem oldódik vízben, ezért többé-kevésbé változatlanul halad át a gyomorbélrendszere. Az utifű maghé és az alma pektin a legtöbbet kutatott rostok közé tartozik. Az utifű maghé kb. 70%-ban vízoldékony rostokból áll, míg az alma pektin 100%-ban vízoldékony. A vízoldékony rostoknak tudományos kutatások alapján kiemelt szerepe van a normál bélműködésben, a szervezet méregtelenítésében, a súlycsökkentésben, a hasi zsír csökkentésében, valamint az egészséges vércukor és koleszterin szint fenntartásában is. Nézzük, milyen szerepe lehet az utifű maghéjnek és almapektinnek a fogyásban és a teltségérzet kialakításában. Az utifű maghéj, almapektin és egyéb vízoldékony rostok által képzett gélszerű anyag kitölti a gyomrot, ezzel jól lakottságérzést okoz és segít abban, hogy két étkezés között kevésbé érez magad éhesnek. Így ezek a rostok hozzájárulhatnak a kalóriabevitel csökkentéséhez. Egy 2016-os kutatásban egészséges alanyok fogyasztottak reggeli és ebéd előtt utifű maghéjat 3 napon át. Az alanyokat 3 féle dózis alapján csoportokba osztották, illetve egy negyedik csoport hatóanyagmentes placebót kapott. Az utifű maghéj mindhárom dózis esetében jobban csökkentette az éhséget és az evés iránti vágyat, illetve jobban növelte az étkezések közötti teltségérzetet, mint a placebo. A pektin ugyancsak több kutatásban hatékonyan növelte a teltségérzését. Egy 2001-es tanulmány szerint az élelmi rostbevitel napi 14 g-mal történő növelése 3-8 hónap alatt akár 10%-kal csökkentheti a napi energiabevitelt, és akár 9 kg-mal a testsúlyt. Az utifű maghé és alma pektin az úgynevezett tisztító vagy méregtelenítő kúráknak is nagyon gyakori kiegészítői. Tudva levő, hogy a rossz szegény táplálkozás miatt felhalmozódó méreganyagok és salakanyagok kapcsolatba hozhatók felszívódási, ürítési zavarokkal, puffadással, hasfájással, a bélflóra egyensúlyának felborulásával, gyulladásokkal, sőt, a rosszindulatú daganatok kockázatának növekedésével is. Kutatások kimutatták, hogy az utifű maghé, pektin és egyéb vízoldékony rostok megkötik és magukba szívják a rákkeltő karcinogéneket, DNS-károsító anyagokat és toxinokat, ezzel megerőzve káros hatásaikat. Ezek a vízoldékony rostok a salakanyagok távozását elősegítve mondhatni, leradírozzák a bélnyálka hártyára a béredő közé letapadt salakanyagot. Az Európai Unió Növényi Gyógyszer Bizottsága a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján megállapította, hogy az utifű maghéj használható az elsődleges, azaz szokásokból eredő székrekedés kezelésére. Oh, nem hiszem el.
mivel lágy, zselés anyagot képez, így megkönnyíti a széklet távozását az emésztő rendszeren keresztül. A megnövekedett térfogatú széklet a bél falához nyomódva izom összehúzódást vált ki, ezáltal támogatva a bélsár előre haladását, ezt hívjuk perisztaltikus mozgásnak. Egy 183 betegen végzett kutatásban az útifű jelentősen növelte a bélmozgások számát, emellett útifű hatására 60%-kal csökkent a hasi fájdalom, illetve a kellemetlen érzés. Egy másik klinikai vizsgálatban az útifű hatásosabb volt a krónikus székrekedés kezelésében, mint a nátrium dokuzát nevű hashajtó gyógyszer. Az útifű maghéj magas vízmegkötő képességének köszönhetően a hasmenés enyhítésében is segíthet. Akinek volt már durva hasmenés, az tudja, hogy pár másodperc is mindent megér egy ilyen helyzetben. Erre nincsenek tudományos adatok, de talán mindannyian ismerünk valakit, akinek pár másodperc megspórolt volna egy nagy mosást. Hát, ennyit mond a tudomány az útifű maghéjről és az almapektinről, valamint a rostok fogyasztásának fontosságáról. Bízom benne, hogy nem csak az útifű maghéj és az almapektin válik az étrended vagy az étrend kiegészítésed részévé, de nagyobb figyelmet fordítasz mostantól a zöldség és gyümölcs fokozott bevitelére. Attól ne félj, hogy túl sok zöldséget, gyümölcsöt ennél, mert tapasztalataim szerint a rostok túladagolása olyan, mint a Yeti. Elvileg létezik, hallottak már róla, de még senki nem látta. A Netamin missziója, hogy aki csak nyitott rá, annak segítsünk egy egészségesebb és boldogabb életet élni. Remélem, ezzel a videóval segítettem közelebb kerülni az egészséges önmagadhoz. Búcsúzom Terence Hill örökérvényű mondatával az És megint dübe jövünk című filmből, minden nap egy alma és a doktor alma. Kér valaki egy harapást? Örömteli, jó egészséget kívánok neked!